Az SSZP vezetője a tárgyalások után újságírók előtt kijelentette, hogy a szocialisták köré tömörülő koalíció továbbra is a demokratákkal kívánja megalakítani az új kormányt. Megjegyezte, hogy a Szerbia Egyesült Régióival nem arról tárgyaltak, hogy kivel hajlandó a kabinetet alakítani és kivel nem, hanem arról, hogy képesek-e együttműködni. Jován Krkobabić, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártjának vezetője reményét fejezte ki, hogy koalíciójuk legkésőbb holnap közös nevezésre jut a demokrata párttal, a parlamenti többséget illetően, és ezt már konkrét megoldások is követhetik. Dačić azonban ez alkalommal is nem tetszését fejezte ki amiatt, hogy koszovói irodát terveznek nyitni Belgrádban, és kihangsúlyozta. A nemzetközi közösségnek mindenképpen szint kell vallania elvárásairól, mert eddig azokról csak Tadićjal és Nikolićjal tárgyalt, és ha ez továbbra is így marad, akkor alakítsanak a kormányt a demokraták meg a haladók, vélekedett az SSZP elnöke. Mladen Dinkić a tárgyalások után kijelentette, elégedetlen azzal a módszerrel, ahogyan a demokrata párt az elmúlt 7 évben a pénzügyi politikát vezette, és nem hajlandó ezekkel az emberekkel újra együttműködni a kabinetben. A parlamenti többség képviselőinek mindenképpen síkra kell szállniuk azért, hogy az Európai Unió mielőbb meghatározza a tárgyalások kezdetének időpontját. Viszont ezt sem vállalhatjuk mindenáron. Pártomban úgy véljük, hogy a pénzügyi tanács valóban elborzasztó értékelést mondott ki a közszféra pénzeléséről, ám úgy véljük, hogy a valós helyzet még ennél is rosszabb. A polgároknak sajnos nem mondták el a teljes igazságot, és az sem, hogy mi minden vár ránk. Hozzátette, Európa továbbra is prioritást jelent, de számunkra mindenképpen Szerbia polgárai a legfontosabbak, és ennek érdekében teljesen meg kell változtatni a kabinet vezetését. Itt mondjuk el, hogy Rasim Ljajić, a szerbiai szociáldemokrata párt vezetője arra figyelmeztetett, minden kormányalakítási megbeszélés, sőt még az is, ha haladók alakítanak kormányt, sokkal jobb, mintha új választásokra kerülne sor. Alekszandar Vučić, a szerb haladó párt elnöke pedig ismételten arra hívta fel a figyelmet, hogy pártja nem vétkes amiatt, hogy a kormány még mindig nem alakult meg. De hozzátette, a haladók nélkül egyetlen kormány sem lenne legitim.